Sziasztok, ez itt a Bazsit úrák és a Szlovén Alpok sorozat, annak is a legelső epizódja. Rögtön egy meglehetősen látványos helyszínen kezdünk, méghozzá a Pokljuk a szurdokban. Tartsatok velem! Maga a szurdok mindössze 1,5-2 km hosszúságú, így ha a körtúra keretében teljesítjük, akkor is mindössze 5 kilométert kell megtennünk. De milyen 5 kilométert? Egészen elképesztő helyeken vezet az út állítólag, de hát valószínűleg a valóságban is. Ilyen függőleges sziklafalak oldalában, barlangon át, sőt még egy időszakos vízesés is található a szurdokban, igaz az csak esős időjárás esetén figyelhető meg. A Pokljuk a szurdok néhány kilométerre található Bledtől, így ha Bled környékén, a Bledi tó környékén járunk, még ott a Nelcsik útba Pokljuk a szurdokot, sőt, belefér egy napba a Pokljuk a szurdok, illetve a közeli, jóval ismertebb Vingár szurdok is. Whitefülű, vagy hát jobban mondva, White szemű kedves nézőim már biztos rájöttek, hogy egy mészkő szurdokról van szó, amelyet a Radobne folyó egyik mellékvize alakított ki, még az utolsó jégkorszak idején. A Radobne folyóról még lesz szó a következőkben, hiszen az előbb említett Vingár szurdoknak is a Radobne folyó a főépítész és kivitelezője egyben. Az egykori patakmeder mentén haladunk, és mindössze 700 méter megtétele után hirtelen megérkezünk a szurdokba, ugyanis egyszer csak előbukkant ez a függőleges sziklafal ezen az oldalon, illetve az a függőleges sziklafal azon az oldalon, minimum 40-50 méter magas. És mint látható, szó szerint függőleges. Ígéretes. Természetesen nem belépő szurdokról van szó, szóval szabadon élvezhetjük ezt a csodát. Beértünk egy ilyen hatalmas katmanba. Kicsit olyan, mintha egy dzsungelben lennénk, trópusi dzsungelben. Olyan zöld és olyan buja, a páfránymezőkkel két oldalt, és azt a mindenség itt mutatom. Tehát azt nézzétek, azt a, na talán mindjárt látható, azt a kőhidat, illetve azt a beszakadást mögötte. Elképesztő. Illetve vannak itt még kisebb üregek. Hú, gyönyörű ez a hely. És még mindig csak 1 kilométert jöttünk. El nem tudom mondani, milyen látványos ez a szurdok. Még így gyerekzsivajban is élvezhető. Az ember nem is arra figyel, amit hall, hanem minden figyelmét leköti az, amit lát. Teljesen letaglózó. Hamarosan a szurdok leges-leges leglátványosabb részéhez érünk. Itt a távolban talán már ki is tűnik a fő attrakció. Ez itt kérem András Herceg galériája. 1930-ban építették, hogy a szurdoknak ezt a
legszűkebb részét átjárhatóvá tegyék. Hát nem semmi. És most éppen használat közben is láthatjuk. Nézzük az átkelést, miközben itt a kisrácok visszaértek, meg kellett őket várni. Hú. Ez jó, ez tetszik. Ez pedig itt. Jó kérdés. Tehát ez itt a szurdok legszűkebb része, András Herceg galériája. Hú, milyen sötét lyuk jön itt. Ez igen. Sziklaszorosan átérve egy újabb búja a dzsungelszerű katlanban találjuk magunkat. Egymást érik. Elértünk a szurdok vad részének a végéhez. Itt még megy egy út tovább, sajnos nem tudom hova, viszont a mi körtúránk az erre folytatódik, tehát kikapaszkodunk a szurdokból, a szurdok bal oldalán, folyásirány szerint. Ugyanis hátra van még a film elején említett barlang, ami szintén igencsak látványosnak ígérkezik. Illetve, hogyha már itt vagyunk a Pokljuk a szurdokban, akkor ejtsünk néhány szót a Pokljuk a fennsíkról, ugyanis szlovén szinten a Pokljuk a fennsík egy meglehetősen felkapott különleges terület. Most azért mutatok abba az irányba, ugyanis arra keresendő, a Pokljuk a szurdoktól nyugat, délnyugat irányba, és 20x20 kilométeres területen sűrű erdő borít minden, nyilván utak meg kisebb települések vannak. Viszont miről híres ez a Pokljuk a fennsík? Ez a szlovén falusi turizmus központja, az alpesi építészet, szlovén alpesi építészet emlékeit őrzi a terület, de híres még a sajt készítéséről is. És ami még megemlítendő, így a hatalmas erdőség kapcsán, az, hogy hát ez nem természetes erdőség, ugyanis itt a fenyő mellett főleg a bükk fordult elő, de azt a 18. századra szinte teljesen kiirtották, így ma már szinte csak fenyveseket találunk, bár ez a szurdok, ez most némileg kivételt képez, bár azért itt is túlnyomó részt fenyőket láthatunk. Szóval mára az itt található erdők, vagy erdőségek 97%-át tűlevelű fák alkotják. Hát én azt mondom, jól kezdődik ez a túra, ez a filmsorozat, meg az egész hét nekem itt Szlovéniában. Megadja az alaphangot, ez a szurdok, az biztos. Bár lelátás sajnos nincs, és úgy tudom, nem is lesz, de hát ettől függetlenül nagyon szép ez a környezet.
Elértünk a túránk és a szurdok következő látnivalójához. Itt talán mögöttem kirajzolódik az átjáró barlang felső nyílása. Hát mi most fentről közelítünk, de egyébként innen lenézve én inkább azt mondanám, hogy úgy csináljuk meg a kört, hogy lentről jövünk, tehát fölfelé jöjjünk át a barlangon, ugyanis hát ez meglehetősen meredek. Az ösvény is, amíg lejutunk oda, bár itt elvileg van egy egyszerű. Látjuk. Ugye átjáró barlangról van szó, tehát nekünk is át kell rajta járni, át kell rajta kelni hosszában, és amitől még érdekes maga a barlang, hogy található rajta három nyílás, tehát én hát nyilván beszakadással keletkeztek, ahol megvilágítást kap az egész, szóval általán nagyon jól néz ki. És akkor nézzük a lejutást, mondjuk ez itt még egyszerű. Hú. Na most látható. És innen is látszik, ahogy megvilágítja a bejutó napfény ott a szemközti falat. Hirtelen most a Bihar hegység jutott eszembe, és a Szamos bazár. Ott találunk egy igencsak látványos átjáró barlangot. Ugyanúgy fent ilyen kürtőkkel, ahol bevilágít a nap, vagy hát beszűrődik a napfény. Nyilván ennél sokkal látványosabb, illetve ott ekkora szintkülönbség sincs, viszont mászni az kell láncokon is. Szóval az azért egy egész kalandos feladat, annak a bejárása, vagy az átkelés rajta. Hú, na és ide ki lehet állni, mint egy oroszlán király. Azta. És úgy nézem, ennyi az egész, és ezt most nem negatív értelemben mondom, hogy ennyi, hogy csak ennyi. Így is elképesztő. És akkor itt az ösvény, a kivezető, vagy levezető, vagy bevezető, attól függ, honnan jövünk, de akkor járunk jól, hogyha ez a kivezető, tehát ez a kijárat. És nézzünk csak föl. Igen. Tehát ott jön be a fény egy lyuk, és még egy lyuk, és elvileg kell lennie még egynek is. Hát mondjuk én is hirtelen csak két. Két ablakot látok, mondjuk ezzel nem fogunk összeveszni. Ez mindenhogy látványos. Itt pedig a bejárat, illetve nekünk most a kijárat. Nem bírok betelni a helyjel egyszerűen, annyira király, és itt kiérve megint eszembe jutott a Bihar hegység, illetve a Pádis fennsík, méghozzá a Csodavár. Ugye, hát az méreteiben szintén nagyobb, viszont a környezet nagyon hasonló. És most látom, hogy itt zárul a körtúránk, ott lenne annál a táblánál, ott értem el túra elején balra, és észre sem vettem, hogy ez meg itt van. Ez megint az a bazsiféle megmosolyogtató hely. De talán állandó kedves nézőimnek ezt már nem is kell mondani. Elképesztő környék. Ez volt tehát a Pokljuka szurdok, Szlovénia egyik legvadabb és leglátványosabb szurdoka. Ne felejtsetek el feliratkozni és követni a bazsi túrákat Facebookon, illetve Instagramon. És találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!